Sziasztok, 11-esek, és üdvözlök minden YouTube nézőt, YouTube felhasználót. A mai alkalommal Oroszország és a Szovjetunió két világháború közötti történetével foglalkoznék, és Oroszország történetét onnan indítanám, hogy az első világháborúban, már 1916-ban Oroszország a háborúból való megfáradás jeleit mutatja, hiszen a résztvevő nagyhatalmak közül az orosz gazdaság van a legrosszabb helyzetben, a leggyengébb helyzetben, a legfejletlenebb az orosz gazdaság, és általában egy ilyen gazdaság a háborús terheknek a kifáradását sokkal hamarabb mutatja. Egyébként hasonló a helyzet az osztrák-magyar monarchiával is. Tehát 16-ban már mutatja a kimerülés jeleit Oroszország, mindemellett megjelenik olyan társadalmi nyomás a II. Miklós cári rendszerével szemben, amelyben a parasztok már nem akarják viselni a háború terheit, tehát szeretnék befejeztetni a háborút, és szeretnének földosztást. Na most természetesen II. Miklós cár fontosabbnak tartja azt a fajta antant kötelezettséget, hogy a háború végéig ki kell tartani, így ezekre a társadalmi igényekre nem jelent semmilyen hatást II. Miklósra ezek a társadalmi igények. Így 16-ban ugyan elindították a Brusilov offenzívát, de az tulajdonképpen már a tartalékoknak a elpazarlását jelentette, és várható volt, hogy 1917-ben itt a társadalom nyomása pattanásig feszül, és ennek hatására 1917. február kötőjel márciusában, ugye attól függ, hogy az orosz pravoszláv naptárt vagy az európai naptárt nézzük, tehát itt 17. február márciusában egy polgári forradalom robban ki Oroszországban. Ez a polgári kormányzat eltávolította a hatalomból II. Miklós cárt, házi őrizetbe helyezték. Ugye a legnagyobb tanácsadóját, vagy legfontosabb tanácsadóját, Rasputyint, egy szibériai papot nagy nehezen meggyilkolnak ott a forradalmárok, és ebben a helyzetben az akkori feudális társadalmi elitnek a vezetői ragadják magukhoz a hatalmat, és Lvov herceg vezetésével egy polgári kormányzat alakul, és ebben a pillanatban Oroszország egy alkotmányos monarchiává válik. Viszont Lvov herceg legnagyobb problémája és legnagyobb hibája, hogy nem hajlandó kielégíteni a társadalom továbbra is fennálló igényeit, tehát nem lépteti ki Oroszországot a háborúból, és nem oszt földet a parasztoknak, bár őnáluk tervbe volt véve. Így 1917 nyarán ez kormányválságot eredményez, és az addigi hadügyminiszter Kerenszkij veszi át a Lvov hercegtől a kormány irányítását, de nemhogy nem lépteti ki Oroszországot a háborúból, hanem 17 nyarán még megindul az úgynevezett Kerenszkij offenzíva, tehát még nagyobb erőket próbálnak megmozgósítani a háborús célok érdekében. És ez oda vezet, hogy 17 nyarának végén már katonai puccskísérletek vannak Kornyilov tábornokkal az élen, és egyre inkább kaotikussá válik a politikai helyzet Oroszországban. Na most Oroszországban ezzel párhuzamosan nem csak egy felülről irányított politikai hatalom van jelen Oroszországban, hanem alulról is képződik egy politikai hatalomszerveződés, ezt úgy hívjuk, hogy szovjetek. Szovjetek, szovjet az ugye oroszul tanácsot jelent, és ezek a szovjetek, amelyek lakóhelyenként, munkahelyenként, katonai egységenként szerveződnek ezek a tanácsok, alapvetően három politikai erő képviselteti magát. Az egyik az úgynevezett eszerek. Eszer az tulajdonképpen parasztpártot jelent, hát elsősorban ők karolták fel a parasztságnak a földosztási igényét. A másik nagyon-nagyon támogatott politikai erő azok a mensevikek. A mensevikek azok tulajdonképpen egy ilyen nyugat-európai értelemben vett szociáldemokrata irányultságot jelentettek, amelyek ugye elsősorban a jogok további kiszélesítését tartották fontosnak, és nagyon komoly támogatottságot élveztek. A harmadik politikai erő ezekben a szovjetekben az úgynevezett bolsevikok voltak, Lenin vezetésével, akik viszont törpe kisebbségben voltak, alig volt támogatottságuk. Tehát ezzel a kettős hatalommal szerveződik meg Oroszország 17-ben, de 17 végén egyre kaotikusabbá válik a helyzet,
Na most Németország itt beavatkozik az eseményekbe, és még 1917 tavaszán bejuttatják az emigrációban lévő Vlagyimir Iljics Lenint, Finnországon keresztül bejuttatják Oroszországba, és azt remélik, hogy Lenin a maga bolsevik mozgalmával addig-addig fogja kavarni a dolgokat Oroszországban, amíg végül hatalomra kerül, és majd valóban kilépteti Oroszországot a háborúból. Németországot eddig érdekelte a dolog, és amikor bejutatják az emigrációból Lenint Oroszországba, akkor Lenin kiadja az áprilisi téziseit, amelyben egyértelműen kritizálta a polgári kormányoknak a tehetetlenségét, és azt a két társadalmi igényt, amit nem elégítettek ki a polgári kormányok, azt ő hajlandó volt véghez vinni, tehát a parasztságot maga mellé kívánta állítani az eszerekről lemásolt földosztás programjával, illetve a háborút azonnal be akarta fejeztetni Oroszország részéről. Így ennek következtében a városokban a bolsevikoknak a támogatottsága egyébként elkezdett növekedni, de az össztámogatottságot tekintve elég kicsi volt a bolsevikok támogatottsága. Viszont 17 őszére addig bomlott a helyzet Oroszországban, a politikailag annyira átláthatatlan és kaotikussá vált a helyzet, hogy Lenin meghirdeti a permanens forradalmat. A permanens forradalom az azt jelentette, hogy a cári rendszerben élő feudális Oroszországból a polgári kormányok egy alkotmányos és jogi helyzetet teremtettek Oroszországban, és a permanens forradalom értelmében Lenin úgy gondolta, hogy ebből a polgári alkotmányos rendből kellene tovább lépni és megvalósítani a kommunizmust Oroszországban. És ennek jegyében 1917. október, kötőjel novemberben egy szocialista forradalmat robbantottak ki. Természetesen nem volt forradalom, mert ahhoz az kellett volna, hogy a társadalom nagy tömegei támogassák a bolsevikokat, de mivel itt egy törpe kisebbség állt a bolsevikok mögött, így a téli palotának a megostromlásával egy államcsíny keretében magukhoz ragadják Leninék a hatalmat, és tulajdonképpen Oroszországban hatalomra kerülnek a bolsevikok. Ami azt jelentette, hogy a polgári kormányzatokat azonnal beszüntették, a még alkotmányozó gyűlés tartó dumát feloszlatták, Pétervárról Moszkvába költöztették át a politikai szerveződést, mindent elkezdtek államosítani, tehát a nagyobb gyárakat, üzemeket, bányákat, bankokat elkezdtek államosítani a kommunisták, és természetesen ígéretüknek megfelelően 1918. március 3-án Brest-Litovskban aláírták a németekkel a békét, és tényleg kiléptetik a bolsevikok, Leninék Oroszországot a háborúból. Óriási területeket átadva Németországnak, Nyugat-Belorusz és Ukrán területeket, de elsősorban ezt Leninék azért tették meg, mert ugye a kommunisták nem nacionalisták, tehát nem nemzetben gondolkodnak, hanem úgy gondolták, hogy most a legfontosabb, hogy Oroszországban kerüljön hatalomra és stabilizálódjon a kommunistáknak a hatalma. Ennek érdekében létrehozták az Oroszországi Rendkívüli Bizottságot, más néven Csekát, amely később majd a pártállamnak lesz majd a karhatalmi szerve, NKVD-nek, vagy legkésőbb majd KGB-nek is fogják majd nevezni, és elkezdték a hatalom politikai megszervezését, vagy átszervezését is, úgy, hogy létrehozták a szovjetek összoroszországi kongresszusát, egy több ezer fős grénumot, testületet, amelyből, mivel ez egy évente egyszer-kétszer ülésezik, ebből megszerveződik a központi végrehajtóbizottság. Ez körülbelül még mindig egy ezer fős tanács vagy testület, amely szintén évente kétszer ülésezik, és e felett állna a népbiztosok tanácsa, ami mint egy polgári kormányzat irányítaná a kommunista Szovjet-Oroszországot, úgy, hogy benne lennének népbiztosok, akik mint egy polgári kormányban a miniszterek irányítanának, és felettük áll ennek a idézőjelbe kormánynak az elnöke, a népbiztosok tanácsának elnöke, aki meg maga Lenin. Tehát itt a rendszernek a politikai működése az egy ilyen hierarchizált háromszöghöz hasonlít, amelyben természetesen a hatalmi ágak nincsenek szétválasztva, hanem minden
az uralkodó népbiztosok kezébe futna össze, és az uralkodó párt kezébe fut össze, így alakul ki a pártállami diktatúra Oroszországban. Na most a háború befejezése és a kommunisták ígérete, hogy földet fognak osztani, nem oldotta fel a feszültségeket, hanem 1918 és 20 között egy nagyon véres polgárháború veszi kezdetét, amelyben egyik oldalon ott állnak a vörösök, tehát maga a bolsevikok, a másik oldalon meg ott állnak a fehérek, akik között egyrészt jelen vannak azok az intervenciós hatalmak, amelyek megpróbálják megdönteni a szovjet-orosz kommunista rendszer, tehát a vöröseknek a rendszerét. Ennek köszönhetően így támad be Oroszország területére a távol-keleten Japán, vagy az európai térségből a lengyelek támadnak. A tankönyv 141. oldalán lehet látni, ugye, hogy egyrészt a lengyelek támadnak a vörösek ellen. A fehérek alatt egyébként jelen voltak azok a politikai erők, akik vagy a cári rendszert, vagy az alkotmányos monarchia polgári kormányzati rendszerét szeretnék visszaállítani. Ennek a jegyében támadnak angol és francia támogatással erők északról, Murmansk irányából, vagy Kolcsak tábornok vezetésével az Urál-hegység felől, vagy Gyenyikin tábornok vezetésével a Kaukázus térsége felől. Na most a kommunistáknak két nagyon-nagyon-nagyon fontos előnye van, aminek köszönhetően tulajdonképpen a polgárháborút megnyerik. Az egyik, hogy itt lehet látni, hogy Oroszországnak a legértékesebb területei, gazdaságilag legértékesebb területei az egyértelműen a vörösek kezében van. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem csak hogy a központi területeket bírják a kommunisták, hanem a munkás mozgalmak révén nagyon-nagyon szervezettek a kommunisták. Éppen ezért Trockij vezetésével létrehozzák a vörös hadsereget, és tulajdonképpen sikerül úrrá lenni ebben a polgárháborús helyzetben, és 1920-ra végül megnyerik a polgárháborút a vörösök, de természetesen a polgárháborús győzelem az nem jelentette a helyzet stabilizálását, mert például 1921-ben Kronstadtban a balti flotta matrózai fellázadnak, és ez elég ciki volt a kommunistáknak, hogy végül is majd, hogy nem onnan indult ki, Pétervártól nem messze van ez a Kronstadt, tehát innen indult ki a vörösök forradalma, és mégis ilyen problémákkal kellett szembenéznie Leninéknek, és természetesen a polgárháborús helyzet, mint ahogy egyébként előtte az első világháborús helyzet is, egy óriási éhezést és egy mélypontot jelentett Oroszország történetében. Most egyértelmű volt, hogy az a kommunista gazdaságpolitikai szemlélet, amely alapvetően egyfajta hadikommunizmusra épült volna, ez működésképtelen volt Oroszországban. A hadikommunizmus az azt jelentette, hogy a piac mellőzésével, de megpróbálnak egy az erőforrásokra, belső erőforrásokra alapozva, megpróbálnának egy begyűjtési és elosztási, újraosztási rendszert létrehozni a kommunisták, viszont ez a hadikommunista helyzet ebben az éhezéstől szenvedő Oroszországban nem működik. Ezt Leninnek is nagyon-nagyon gyorsan be kellett látnia, ezért 1921-ben Lenin létrehozza a NEP-et, a Novaja Ekonomickaja politikát, vagyis új gazdaságpolitikát, és ebben az új gazdaságpolitikában Lenin érezte azt, hogy Oroszország nem tart kapcsolatot a világgazdasággal, tehát a külföldi tőke és a külföldi technológia nem tud bejönni az országba, ráadásul, ahogy mondtam, a hadi kommunizmus az kiöli nem csak a piaci környezetet, hanem kiöli a termelésben való motivációt az emberekből. Ezért Lenin a NEP-pel azt kívánta megtenni, hogy az addig állam kezében lévő tulajdonnak egy nagyon picike részét megpróbálta visszaadni, egyrészt a kisparasztoknak, akik pár holdon gazdálkodnak, illetve azokat a termelési egységeket, kisüzemeket, kis műhelyeket, amit visszaadna az iparban dolgozóknak. Tehát a kisiparosoknak.
Tehát itt megtörténne egyfajta visszamagánosítást, de hozzá kell tennem, hogy ez nem nagy mértékű volt, mindössze a tulajdonnak 1%-át juttatja vissza a valódi tulajdonosoknak a kezébe, viszont nagyon-nagyon sikerül belevinni motivációt a termelésbe, mert ez az 1%-nyi tulajdon, magántulajdon termeli ki Oroszország javainak 25%-át. Tehát nagyon produktív ez a NEP, hogy visszaadja magánkézbe a termelőknek a tulajdont. Viszont kétségtelen, hogy ezzel a párton belül Leninnel szemben óriási kritikák éleződtek, mert a párton belül azzal támadták a kommunista vezér, hogy megpróbál kapitalista viszonyokat visszacsepegtetni az ország gazdaságába. Ez kétségtelenül így volt, viszont azzal, hogy a NEP meghozta a hozzáfűzött reményeket, ennek következtében az orosz gazdaság szépen lassan elindul a felemelkedés útján. Amikor is 1924-ben Lenin szélütést kap, agyvérzést kap és meghal. Na most Leninnek volt két helyettese. Az egyiket Trockénak hívták, egy Lev Bronstein nevű fickó, egy zsidó értelmiségi fickó, akinek nagyon jó elméleti eszmefuttatásai voltak Leninnel együtt, hogy hogyan kellene a világ forradalmat végigvinni a kommunizmusnak. Tehát egy nagyon jó elméleti szakember volt, és mellette ott volt még Josif Vissarionovics Dzsukasvili, vagyis Sztálin, egy grúz származású parasztember, aki nem, ugye tanulatlansága révén nem elméleti ember volt, hanem sokkal inkább egy pragmatikus, gyakorlati ember volt, aki már 1922-ben, amikor Lenin meghirdette a világforradalmat, a nacionalizmus visszaszorítása érdekében Oroszországban a különböző tagköztársaságokat belekényszerítette 1922-be a Szovjetunióba, ugyanis Sztálin volt a népbiztosok tanácsában a nemzetiségekért felelős népbiztos, és ebben a pozíciójából 22-ben létrehozza a Szovjetuniót. Persze a tagköztársaságok szabadságot, nagymértékű szabadságot és autonómiát kaptak papíron, a gyakorlatban viszont tűzzel-vassal beléptette a Szovjetunióba a különböző tagköztársaságokat, például Örményországot, vagy saját szülőhazáját, Grúziát. És később majd pártfőtitkára is lesz egyébként a pártnak, de akkor, amíg Lenin élt, addig ez a pártfőtitkári pozíció túl sok hatalmat nem jelentett. Viszont Lenin hátrahagyott egy olyan politikai végrendeletet, amelyben igazából mindkét helyettesét alkalmatlannak tartotta a vezetéshez. Trockij túlságosan elméleti embernek tartotta, Sztálint pedig túlságosan agresszívnak és nyersnek, akiben meglátta a diktátor lehetőségét Lenin, és mind a két helyettesétől óva intette a pártot. Viszont természetesen ez a politikai végrendelet nem került ki, nem kerülhetett ki a párthoz. Sztálin gondoskodott, hogy ez ne kerüljön napvilágra Leninnek a politikai végrendelete. Itt tulajdonképpen Lenin halála után Sztálin ragadta magához a hatalmat, és Sztálinnak az első dolga mindjárt az volt, hogy a rá politikailag veszélyt jelentő embereket eltávolított a környezetéből. Többek között 1925-ben meghal Frunze, aki a hadügyi népbiztos volt. Ugye a hadseregtől egy Sztálinnak tartania kellett, ezért Frunzénak egy vakbélgyulladását, már ebben az időszakban egy rutin műtétnek számító vakbélgyulladásából Sztálin gondoskodott, hogy az altatásból ne ébredjen fel Frunze. De 26-27-ben félreállította Trockit, a nagy vetélytást. Túl okos volt Trockij, ezért egy belső száműzetésbe küldte, majd később ő valódi emigrációba kényszeríti Trockit, de annyira nem lehetett biztos Sztálin az emigrációban lévő Trockitól, hogy a II. Világháború kellős közepette 1941-ben egy NKVD ügynököt küldött a Mexikóban élő, emigrációban élő Trockijjal szembe, és egy jégcsákánnyal meg is ölik majd Trockit. Tehát amikor meghallja, hogy Trockij meghalt, akkor lehetett csak teljesen nyugodt Sztálin. De ugyanerre a sorsra jutott a pártnak olyan teoretikusai, mint például Kamenyev vagy Zinovjev,
Vagy ilyen sorsra jutott Buharin, még a 20-as években, aki a szovjet mintájú alkotmányt találta ki. Ezek túl okos, túl elméleti emberek voltak, szakemberek ráadásul, akiket Sztálin eltett láb alól, és tulajdonképpen, amikor így bebiztosított a személyi pozícióját, akkor 27-ben az első nagyon fontos dolga az volt 1927-ben, hogy megszüntette a neppet, és visszaállította a hadi kommunizmust. Azt a hadi kommunizmust, ami egyébként működésképtelen, és ennek megfelelően, hát természetesen Sztálin is látta azt, hogy alapvetően egy működésképtelen rendszert próbál visszahozni, amely nem támaszkodhatott külső forrásokra, tehát nem volt, távol tartotta magát Oroszország, Szovjet-Oroszország, vagy Szovjetunió innentől kezdve, távol tartotta magát a világgazdaságtól. Tehát külföldi tőke és technológia nem érkezett be az országba. Ennek csak egyetlen előnye volt, hogy amikor 29-től kialakul a gazdasági világválság, akkor mivel a gazdasági világválsággal nem tartott kontaktot a szovjet gazdaság, így a gazdasági világválság nem érte el a Szovjetuniót. Vagy problémát jelentett, hogy a rendszerből hiányzott a motiváció, a termelésből. Ezért különböző stahanovista mozgalmakkal próbálta meg ösztönözni a lakosságot a közös termeléshez. És arra gondolt Sztálin, hogy ebben a hadi kommunizmusban, mivel minden erőforrást nem lehet minden szektorra ráfordítani, ezért egyetlen ágazatot próbáltak meg erőteljesen fejleszteni, ez pedig a nehézipar volt. Nehézipar kapott meg minden erőforrást, ami azt jelentette, hogy az erőforrás elvonás megtörtént egyrészt a mezőgazdaságból, az életszínvonalból, az infrastruktúrából, és ennek következtében olyan szintű éhezés alakul ki a 20-as évek végén, 30-as évek elején Szovjetunióban, hogy sok millió ember hal éhen ennek a hadi kommunizmusnak köszönhetően. Tehát egyetlen ágazatot a nehéziparban próbáltak meg mindent bele investálni, két oknál fogva. Az egyik dolog az, hogy a Szovjetunió ebben az ellenséges világgazdasági és világpolitikai környezetben fel kellett készülnie, hogy ezt a kommunista Szovjetuniót külső támadás fogja érni. Ezért a második világháborúra készülve hát elkezd egy elég komoly haditechnikai fejlesztést véghez vinni a Szovjetunió. Ez az egyetlen tömegtermelés, nehézipari tömegtermelés lesz majd képes arra, hogy egy tömeghadsereget fel tudjon fegyverezni. Tehát ez volt az egyik motiváció. A másik pedig az, hogy talán még fontosabb, hogy a kommunista Szovjetunióban nagyon fontos volt a társadalom átrendezése, átalakítása. Egy alapvetően paraszti társadalomból kellett egy proletár diktatúrát, munkásokra alapuló proletár diktatúrát létrehozni. Ezt úgy fogja elérni a rendszer, hogy a mezőgazdaságban beindul a kényszer kollektivizálás, erről mindjárt beszélni fogok, aminek következtében a föld magántulajdont felszámolják, és parasztok millióinak tömegét terelik be az extenzív módon kiépülő gyárakba. Így tulajdonképpen a sztálini diktatúra alatt 10 év alatt sikerült azt a társadalom átalakítást véghez vinni, hogy egy paraszti társadalomból alapvetően munkástársadalommá válik a Szovjetunió, amire az angoloknak 100-150 évre volt szükségük az első ipari forradalom után, az a kommunista Szovjetunióban alig egy évtized alatt végbe ment, természetesen óriási emberveszteséggel. Tehát azért, hogy egy viszonylag hatékony nehézipart létrehozzon a Szovjetunió, ehhez óriási áldozatok árán sikerül ezt a modernizációt végbevinni a többi ágazat rovására. Na most ezt az ipari termelést természetesen valahogy meg kellett határozni a teljesítménymutatókat, de mivel nem volt piac, ezért tervhivatalt hoztak létre, amely idő arányosan döntötte el, hogy mely gazdasági szektornak milyen teljesítményt kell produkálnia. Az első 3 éves tervet 1927-től indították el, de az első 5 éves tervet 1930-tól veszi kezdetét, és idő arányosan lebontották, hogy ez alatt a 3, illetve 5 év alatt mit kell előállítani, mit kell termelni.
amik természetesen papíron teljesültek, mert papíron senki nem merte bevallani a valós teljesítménymutatókat, de gyakorlatban ez azt jelentette, hogy nem sikerült elérni ezeket a teljesítménymutatókat, viszont a tervhivatalt sikerült annyira megtévesztenie a jelentéseknek, hogy a későbbi tervezések már csak légvárakra építenek. A mezőgazdaságban ugye a kommunisták bár meghirdették a földosztást, nem osztanak földet, sőt a meglévő földtulajdont is felszámolják, kisparaszti tulajdont is felszámolják, és hatalmas kolhozokat, illetve szovhozokat, tehát termelőszövetkezeteket és állami szövetkezeteket hoznak létre a kommunisták, amelybe bekényszerítik a parasztember. Na most ugye a parasztember megpróbálta megtartani a földjét, éppen ezért a rendszer ellenséget látott ezekben az ügyeskedő parasztokban, ezeket kulákoknak fogják nevezni. És a kulákok azért, a parasztember azért akarta megőrizni a földjét, mert az az ő szabadságát biztosította. Le tudott válni az államról, és saját magát, illetve családját élelmezni tudta ez a parasztember. De természetesen a sztálini rendszer nem engedhette, hogy valaki ilyen szabadságot és függetlenséget élvezzen, és kikerüljön az államhatalom ellenőrzése alól. Ezért ezeket a kulákokat népellenségnek tekintették, és mindent megpróbáltak, hogy megnehezítsék a helyzetét ezeknek az ügyeskedő parasztoknak. Természetesen a 30-as évekre a sztálini rendszer valamelyest stabilizálódik. A politikai ellenfelekkel sikerül leszámolni, bár a folyamatos tisztogatások és a lakosságra nehezedő terror az mindvégig fennáll a 30-as években is, már csak azért is, mert egyetlen egyszer volt egy próbálkozás a sztálini hatalomnak a sztálini hatalommal szemben. 1934-ben a Pétervári küldött Kirov körül csoportosult az a politikai érdekközösség, amely megpróbálta egy ilyen puccsal leváltani Sztálint. És ebben a központi végrehajtó bizottság is úgy, ahogy asszisztált, viszont Sztálin túl hamar rájött erre a puccskísérletre. Természetesen Kirovot azonnal kivégezték, és a központi végrehajtó bizottságnak a nagy részét kivégeztette Sztálin. Ez volt az egyetlen próbálkozás a sztálini hatalom megdöntésére. De a politikai tisztogatások mellett a 30-as évek második felében a katonai tisztogatás is napirenden van, ugyanis a hadsereg folyamatos veszélyt jelentett Sztálinnak, ugye az az egyetlen olyan erő, amely veszélyt jelentette a sztálini diktatúrára, és a hadseregben azért kellett tisztogatást végrehajtani, mert a polgárháború után a vörös hadseregnek a megszervezésére nem nagyon voltak alkalmas katonatisztek, ezért tulajdonképpen a régi idézőjelbe fehér tábornokokat és katonatiszteket vett át a vörös hadsereg, akik politikailag természetesen magától értetődő, hogy megbízhatatlanok voltak, ezért Sztálin 1937-38 folyamán a hadsereg körében indított meg nagymértékű tisztogatást. 5 marsaljából, a Vörös Hadsereg 5 marsaljából 3-at kivégeztetett, többek között azt a Tuhacsevszki marsalt, aki nagyon jó teoretikusa volt, elméleti szakembere volt a modern hadviselésnek, de 822 főtisztből valami 717-et kivégeztetett, tehát tulajdonképpen szó szerint lefejeztette a Vörös Hadsereget. Ez azért nagyon komoly probléma, mert amikor majd jön a második világháború, akkor a Vörös Hadseregnek nincsen jó képzett tiszti állománya. Ezzel magyarázható, hogy 1941-42 folyamán majd a németek támadásával szemben a Szovjetunió rengeteg hibát követ el, és majd a második világháborúban kell majd kinevelődnie annak a tiszti állománynak, amely majd később alkalmas lesz a Vörös Hadsereg irányítására. És tulajdonképpen ebben a környezetben alakul ki Sztálin körül egyfajta személyi kultusz. Ez azt jelentette, hogy a lakosság feletti terror továbbra is fenntartja Sztálin. Rengeteg koncepciós pert indítanak ebben az időszakban, ahol a politikai megrendelésre sorra fogják elítélni, halálra ítélni, vagy büntetőtáborra ítélni a koncepciós vádnak, a koncepciós perben a vádlottakat. De nagyon-nagyon sok esetben még a bírósági eljárás sem kell ahhoz, hogy valakit kivégezzenek, vagy valahol valamilyen börtönben holtra verjenek.
Természetesen mindenki, aki politikailag másképpen gondolkodott, más véleményen volt, mint a hivatalos sztálini kommunista vezetés, vagy társadalmilag összeférhetetlen volt ebben a proletár diktatúrában, azoknak millióit ítélték el gulág táborba. A Szovjetunió területén már a cári időszakban létrejöttek ilyen büntető táborok, aminek igazából nem gazdasági jelentősége volt fontos, hanem egyfajta társadalmi átnevelő táborként működtek ezek a gulág táborok a Szovjetunió területén szana szétszórva, és sok 10 millió ember kerül a sztálini tisztogatás révén ilyen büntető táborokba. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 30-as évek végére a rendszer, a sztálini rendszer végleg stabilizálódik, működik a személykultusz, tehát Sztálint egy ilyen félisteni pozícióba helyezik, helyeztetik ebben a szovjet társadalomban, és tulajdonképpen készen áll a Szovjetunió arra, nem csak arra, hogy megvédje magát, itt a kommunizmussal szemben fellépő ideológiai ellenfelekkel szemben, hanem készen áll arra, hogy akár tovább folytassák Leninnek azt a világforradalmát, amelyel tulajdonképpen a kommunizmust már exportálni lehetne. Na most, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, ez erről majd a későbbiekben majd még fogok beszélni. Hát ennyit szerettem volna, remélem érthetőek voltak az összefüggések. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!